Elsőként Csermely Péter professzor urat kérem, az Európai és Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökét, hogy fáradjon a színpadra és mondja el köszöntőjét. Tisztelt tehetségsegítő barátaim, büszke vagyok mindenkire, aki ma itt ül ebben a teremben. Minden egyes ember sok éles, sokunknak sok évtizedes munkáját ismerte el, ugyanis a Templeton Foundation, a Templeton Girl Charity Foundation, akkor, amikor meghívta a magyar tehetséggondozást, hogy gondolja át, hogy hogyan is tudnánk támogatni a legkivételesebb kognitív tehetségeinket. Az egy éves pályázati munkát siker követte, az alapítvány támogatásával jövő kedden, szeptember 15-én hivatalosan is elindul a Magyar Templeton program. Személyesen is nagyon köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek erre a konferenciára, ahol önöknek, a magyar tehetséggondozás kiemelkedő egyéniségeinek a sajtó nyilvánosságát megelőzően is részletes tájékoztatást adhatunk erről a nagyon új és világszerte is egyedülálló programról. Miért jelent többet a Templeton Girl Charity alapítvány támogatása, mint az a két évre szóló néhány százezer dollár, amelyet a legkiemelkedőbb tehetségeink felkutatására és segítésére elkölthetünk? Az első ok a büszkeségre az, hogy ez az alapítvány egy olyan nemzetközileg is nagy presztízsű alapítvány, ahová nem lehet pályázatot benyújtani. A támogatását az alapítvány csak meghívásos alapon adja, azaz a magyar tehetséggondozásnak ide bekerülni önmagában is nagy érdem volt. A pályázatot a meghívás ellenére is nagyon szigorú nemzetközi értékelés után találták méltónak a támogatásra, ami újabb büszkeség forrása mindannyiunknak. A második ok a büszkeségre Sir John Templeton maga. Sir John nem akármilyen ember volt. A Yale Egyetemen osztályelsőként végzett. Ezután 100 vállalat, 100 részvényét kevesebb mint 1 dolláros áron vásárolta fel. A Sir John által kiválasztott 100 vállalat közül 96 később óriási profitot hozott, és így Sir John a kölcsönvett 10.000 dollárból pár év alatt 170.000 dollárt csinált. Az egyetem után körbeutazta a világot, járt Budapesten is, és a tapasztalatai alapján az első olyan pénzember volt az Amerikai Egyesült Államokban, aki külföldi vállalatokba fektetett be. Ismét csak, nem akármilyen ember. Kivételes érzékkel, óriási fejlődés előtt álló, és ezért óriási hasznot hozó cégeket talált meg szerte a világban. Sir John csak üzleti zsenye lett volna? Nem. Igen, mélyen gondolkodó ember volt. Akit nem az üzleti haszon, hanem a kivételes tehetség, a világ legalapvetőbb kérdései és a nemes célok érdekében leélt élet foglalkoztatott a leginkább. Sir John számára a kivételes tehetség csak egy olyan adottság volt, amely csak a jellem nemesítésével hozhat igazán hasznot az egész emberiségbe. Az alapítványának a mottója How little we know, how eager to learn, azaz magyarra fordítva, milyen keveset tudunk, és mennyire vágyunk arra, hogy tanulhassunk. Ez az üzenet a most induló programnak is egy igen fontos üzenete. A harmadik ok, és már az utolsó, a büszkeségre, most, ma, mai napon, a Templeton Alapítvány gazdasági ereje. Sir John az előzőek alapján nem meglepő módon másfél milliárd dollárt hagyott karitatív célokra. Ebből az összegből azóta csak nem 4 milliárd dollár lett. A Templeton Girl Charity Alapítvány nem csak két évre, és nem csak egy akkora programra támogat minket, mint amit rövidesen ismertetni fognak a kollégáim, hanem akkor, hogyha jól végeztük a dolgunkat, még ennél is nagyobb támogatást tud, és akar adni azért, hogy a magyar programot folytassuk, és Európa más államaiban is adaptáljuk. Ezekhez a tervekhez a magyar vezetéssel épp e hónap végén, szeptember 29-én elstartoló Európai Tehetséggondozó Hálózat igen jó alapot ad. Mi a Magyar Templeton Program lényege? Ezt kiváló és nagyobecsült kollégáim, ahogy az már elhangzott, 4 előadásban a pillanatokon belül igen részletesen ismertetni fogják. Ráadásul utána meg én is visszajövök 5 percre a színpadra, hogy összefoglaljam azt, hogy pontosan mit is kérjünk önöktől a legkiválóbb magyar tehetségek megtalálása és segítése érdekében.
Ezért a Magyar Tempotan program lényegét csak igen röviden foglalom össze. A program szeptember 15-én kedden kezdődő és október 20-án végződő első szakaszában az önök nélkülözhetetlen segítségével keresni fogjuk a legjobb magyar kognitív tehetségeket. Hogyan? Két korosztályban is. A 10-19 éves tehetség ígéreteket körülbelül 1-1,5 óra alatt kitölthető online tesztrendszerrel fogjuk megtalálni. A 4 részből álló a program számára újonnan fejlesztett és a verbális intellektus mellett a nonverbális intellektust, a munkamemóriát és a probléma megoldó képességet is mérő teszteket a diákok szabadon kitölthetik. A második fordulóba bejutó 2000 fiatal esetén a motivációt és a kreativitást is mérni fogjuk. A másik korosztályban a 20-29 éves tehetségek esetén az intellektust mérő adaptív teszt már csak a beválogatás egyik eleme lesz. Ennél a korosztálynál már igen fontos az eddig elért, akár már nemzetközi szinten is mérhető eredmény, a motiváció, a kreativitás és hülyen szörnyen hagyományaihoz a társadalmi, szociális érzékenység. A 20-29 éves korosztály számára a megmérettetés lehetősége már nem mindenki számára elérhető, csak azoknak, akiket önök és a többi magyar tehetséggondozó arra méltónak tartanak. Ezért is érdemes nagyon jól megjegyezni a programcsomagban önöknek odaadott, leírt www.templetonprogram.hu címlap 20-29 honlapot. Látják, már én is megtanultam fejből. Mert a 20-29 éves korosztály számára csak ezen a titkos, azaz vagyis nem nyilvános, honlapon lehetséges a jelentkezés, amelyet önök adhatnak oda nekik, azoknak, akiknek megbíznak, azoknak, akiket méltónak tartanak erre. A 300 magyar junior Templeton Fellow beválasztása 2016. februárjában zárul. A 300 fellow-t egy éven át a lehetőségek egész sorozatával segítjük, és itt amikor többes számot mondok, nem csak minket mondom, a stábot, hanem önöket is, tehát meg fogjuk önöket keresni ezügyben, hogy ki hogy tudja segíteni őket, tehát segítjük abban, hogy kiváló emberekre lejjenek, és örömteli, értékes életpályát futhassanak be a később életben. Azok a tehetségek sem vesznek el azonban, akik nem kerülnek be az első 300 közé, a számukra reméljük az év végéig elinduló Tehetségek Magyarországa programon belül nyílnak majd meg gazdagító lehetőségek. Lassan a rövid bevezető vége fele közeledve, ha tegyen fel azt a kérdést, hogy miért fontos és új ez a Magyar Templeton program. Elsősorban azért, mert új kihívást, új lehetőségeket és örömöt hoz sok tehetséges fiatal életében. Másodszorban azért, mert új kihívás, új lehetőségeket és örömöt hoz sok ezer tehetséggondozó életébe, őszintén remélem, hogy mindannyiunk életébe, akik itt ülünk a teremben. Végezetül azért, mert nem áll meg két év végeztében, hanem komoly eséllyel folytatódhat, és kiterjedhet Európa sok államára további büszkeséget és elismerést hozva önöknek a magyar tehetséggondozás kiválóságainak. Nagyon sok sikert kívánok mindannyiunknak ebben a munkában. Végezetül, de messze nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani igen sok embernek azért, hogy idáig eljutottunk. Az első köszönet a Matehetszet illeti. Balogh László barátomat, a szervezet elnökét, Bajor Péter barátomat, a szervezet, ha szabad így mondanom, lelkét, és Bucsi Szabó Zsolt barátomat, a szervezet gazdasági lelkiismeretét és motorját. Bajor Péter nem tudna közöttünk lenni egy fontos családi programja miatt, így a távolból küldi mindenkinek üdvözletét. A Matehetsz sok éves, hiteles munkája tette azt lehetővé, hogy önök ma itt ülnek, és hogy nemzetközi szinten is sikeresen tudunk pályázatokat begyújtani a legnagyobb presztízsű intézményekhez a világon. A második és kiemelt köszönet a program stábjának szól. Szécsi Alipó programigazgató, aki nem sokára itt lesz a színpadon, Péter Szarka Szilvia, aki követni fogja, a program szakmai vezetője, Gyarmati Éva, Huszek Csilla, Kovács Kristóf, Klein Balázs, Pásztor Attila, Csapó Benő, Kövi Zsuzsanna, Pástoné Kis Juli, Győri Csomó Ildikó, a program nemzetközi tanácsadó testülete, John Freeman, Rina Subotnik, Jonathan Plucker, és még nagyon-nagyon-nagyon sokan mások, akiktől elnézést kérek, hogy idő ilyen név szerint most nem tudom említeni őket,
Március eleje óta rengeteg és nagyon színvonalas munkát fektettek abba, hogy ez a program elindulhasson. A harmadik és legfontosabb köszönet mindenkinek szól, aki itt ül ma a terület. A sok éves, közös, áldozatos munka nélkül soha nem jutottunk volna ide. Nagyon köszönöm mindannyiuknak azt a rengeteg időt, erőfeszítést, kitartást, hitet és szeretetet, ami mind-mind segíti a kiválóságokat, és segíti saját magunkat is abban, hogy a kiválóságok által mi is jobb emberek lehessünk. Köszönöm szépen a figyelmet!